Hát üdvözlök mindenkit, akkor itt vagyunk Rákoson, egy iparvágányon, ami itt az állomásban ágazik ki ott arról messzebbről. Itt van a párja, ami ott a távolban ér véget, de erre majd kitérünk, úgyis arra fogunk menni. És az első elágazás, ami itt a keresztúri utat, hát keresztezi a keresztúri utat, ugye? Tehát hogy onnan jön ez az a vágány Rákoson, és itt állunk most rajta. Ez bevezet oda, az valami hulladéklerakó üzem volt korábban. És annak volt az iparvágánya, de úgy tudom, hogy már nem használják. Próbálj meg ráközelíteni egy kicsit. Egész jó ez a kamera. Ott van ez a Túzok utca. De majd közelebbről is megnézem ezt a telepet. Jó, egyébként itt hoppá, ott is megy egy busz, igen, ez a felüljáró itt a Jászberényi úton. És ugye ezt a kamerát, ezt nemrég vettem, egész pontosan tegnap érkezett meg. Ez egy Panasonic HC-V380 típusú, kis kézi digitális. Úgyhogy ezt már régóta terveztem, hogy akkor egy ilyen beruházok, hát most szerencsére sikerült. Úgyhogy ezzel talán jobb minőségű videókat tudok készíteni, és reméltek az aksia sem merül le olyan gyorsan. Úgyhogy erre az iparvágányról akkor majd még annyit, hogy egy időben, még 3-4 évvel ezelőtt is ezt a részét még használták. Nem ez a telep, de használatban volt. Hát kicsit borús idő van, reméltek az eső, nem fog nagyon rákezdeni, mert akkor nem tudok tovább videózni. De itt megnézzük még, hogy hova vezet ez a vágány, aztán majd még jelentkezem. Miközben átjöttem az út túloldalára, és itt veled, és akkor itt látszik, hogy azért itt régen egész komoly forgalom is tervezték. Ja, egyébként keresztúri út, most itt járt többek között a 67-es busz, most megy el. Jeljétek. PDB 390. Na de térjünk vissza a vágányra. Ja, milyen. Kis, okos kis szerkentyű, ez még azt is kiírta, hogy a témakövetés túl gyors. És igaza is volt. Igyekszem ezt még, kicsit még itt ezt a kamerakezelést is tanulni kell ennél. De hát ez még az első videón vele, úgyhogy még szoknom kell. Szóval itt van, ez volt az iparvágány kapuja. Szemlátomás, az üzem még működik, és szerintem vasúton, de már nem szállít senki. És ugye itt is volt egy vágány. Hát ez itt már földkúppal le is van zárva. Tudom, be tudunk oda zoomolni? Mi a helyzet oda bent? És eddig tart az optikai zoom, minden már digitális. Ja nem, még innen se. De felesleges ennyire belemenni szerintem, mert többet úgy se látunk. Viszont ugye itt is még a sinek megvannak, eddig. Aztán valószínűleg itt valahol véget él. Szerintem erre is volt végetben. Ott egy 169-er. De az is... Az itt nem áll meg ezen az úton. Itt csak a 67-essel lehet utazni. Jó, szóval ott a vágány a túloldalon folytatódik, így visszamegyünk a túloldalra. Igen, itt azért vonatforgalom a két vágányon van egyébként. Ez az a hely, ahol ugye, ahol az a fölött elment az a 80-as vonal, az a Budapest-Miskolc vasútvonal. A másik, amit ott a távolban láttak meg a 120-a, ez az, ami Szónok fele megy. Ugye Nagykátán meg Sűsápon keresztül. És itt válik szét a kettő, ott a távolban látszik. Ott van az a rész a távolban, ahol a kettő szétválik. És így mennek tovább. Ugye ez a 80-as, ebből ágazik ki egyébként az iparvágány is, ami most a videó témája. És akkor ott a távolban meg már 100, és akkor ott háttérben látszik a fénysorompó, hogy piros, úgyhogy ott még jön valami. Viszont a 120-áról most jelenleg semmi. Ezeket az iparvágányokat, ez most a videó témája, most ezt nézem meg. Igen.
Egy van egy kihúzó vágány, de ez ott a háttérben a földkúpon végződik. És szembe is van egy föld. Szerintem ez az egri gyors lesz. De mindjárt közelebb érünk hozzá és megmutatom. Ezek. De meg ebben a kamerában két stabilizátor is. Remélhetőleg rászkódni se fog a felvétel nagyon. Hát ez majd amikor összevágom utólag, akkor kiderül. Na szóval akkor igen, szerintem az egri gyors lesz. Figyeljétek a föltöt. És még mindig nem húzták fel a sorong, de most felhúzták a sorongpót. Mert az iparvágányról majd később fogok még beszélni. Mert van még egy kitérője, kicsit odébb. Az lesz most a videó fő témája. Ez elvezet egészen Mátyásföldig. És ezt fogom most bejárni, azt a szakaszát, de majd időben szólok nektek. Úgyhogy most később jelentkezni fogok, itt most átmegyek az átjárón, aztán folytatjuk ennél a vágánynál. Aztok, közben azért láttam, hogy kiírta az aksi is a kamerának, hogy 2 óra és 28 percig bírja. Reméljük ez így van. Meg azt is remélem, hogy lehet egyébként menet közben USB-ről tölteni, ezt majd kipróbálom, de ez a videó egyben felér egy aksi teszttel is. Hogy mégis meddig bírja felvétellel. Hogy hosszabb távon mennyire lehet használni. Na, átjöttem az útátjárón, de mindjárt megmutatom, hogy visszafele, hogy honnan. Itt átjöttem az útátjárón, és ez ma az iparvágány, itt mellettem, ez pedig a 80-as vonalnak a két vágánya. Most valami a 120-áról is jönni fog. Megmutatom. És egyébként volt terve is, mert ugye a 80-as vonal átépítése Rákostól 60 igaz, ha minden igaz, jövőre elindul. Vagy legalább, hát vagy ha jövőre nem is, de terben van. Már nagyon régóta. Mert itt tényleg ugye elővárosi vonal és ugye pályafelújítás, hogy gyorsabban tudjanak a vonatok haladni. És volt olyan terv is. Ez egy menti autó. Megvárom, még elmegy, mert különben nem hallom a saját hangomat, sem is hallatok. Meg nem tudom, hogy a mikrofonja mennyire jó ennek a kamerának. De... Szóval. Volt egy olyan terv, meg azt nem tudom, hogy végül ez valósul-e meg, hogy ezt az iparvágányt is bevonják a forgalomba, tehát három vágányos lesz egészen Rákos keresztúrig, mert ugye ez a vágány az addig is elmegy, az majd a későbbi videónk témája lesz. Most csak a Mátyásföldi szakasz fogom bejárni. Szóval igazából, hogy bekötik a vízbelbe és villamosítják, és akkor itt lesz egy három vágányú szakasz, ahol de ezen a vágányon az elővárosban nem megálló intercity-k és gyors vonatok tudnának előzni. Tehát úgy, hogy nem tartanák fel a... Na, kezdjük előről, mert kicsit belezavarodtam, szóval... Az elővárosi forgalom, ugye mindenhol megálló személyvonatok meggyorsítottak. Vagy hát ugye nem mindenhol, de megálló. A vonatok nem tartanák fel az intercity-ket, meg a gyors vonatokat. Tehát vannak olyan gyors vonatok, amik görönlőig nem állnak meg sehol. És a miskolci intercity-k azok, hát egy része még 60-ba se állnak, csak füzesabonyba. És akkor így itt zavartalanul tudna haladni, ha ez megvalósulna. Mert nem kéne lassítaniuk meg, ugye csak az állomásokon előztetni őket, meg ezt kivárni az elővárosiakkal. Mert jelenleg Rákoson lehet ugye félretenni a személyt, hogy előződjön. Ó, egy Ikarusz. Ikarusz? Igen, ez egy Ikarusz volt. Jó, hát igen, mert a volánbusztak a távolsági járatokban is itt járnak. Meg nem állnak sehol, de errefele járnak. Uh-huh. És mindjárt elérkezünk ahhoz a ponthoz, amit ugye mondtam, hogy most mai videóm témája lesz. Ott már a távolban már lehet, hogy látjátok is a váltót, de mindjárt közelebb érünk, akkor már biztosan. Ahol kiágazik ez a bizonyos iparvágány. Most erről annyit kell tudni, és már így elmondom, hogy ugye az előző videómban, legalábbis van, nem biztos, hogy az előbb kint is lesz, mert azt mondom, hogy nagyon meg kéne vágni, mert sehol nem tartok még vele, de
Lényeg az, hogy van egy szovjet, vagy hát volt egy katonai bázis itt Mátyásföldön, és annak a kiszolgálására épült eredetileg, mert azt kiszolgálták a gödöllői hév felől is, többi padvágánya is volt, az egy hatalmas hadiüzem lehetett. Aztán ugye rendszerváltás után bezárt, a Magyar Honvédség ugye használta a telepet, de nem nagyon, számottevő forgalmat ők már nem generáltak. Viszont oda települt a Mabi buszgyár egy időben, tehát eszem, hogy mégis ott van, és időnként neki még volt forgalma. Egy olyan 3-4 évvel ezelőtt, hát azóta nem nagyon, látszik, hogy ugye már ez a váltós nagyon használható. Biztos, hogy nem mostanában állítgatták. Úgyhogy valószínűleg már ez a forgalom is megszűnt, de akkoriban még volt rajta vonat. Mert talán valamikor tavaly még végében rajta egy ilyen párkocsi is, vagy pár tartálykocsi is tehervonat. De mi célból azt már arra hirtelen nem emlékszem. De az volt az utolsó forgalma szerintem. Vagyis lehet, hogy még nem is az. Mert itt valahol kereszteznie kellett a Keresztúri utat annak a vágánynak, és nem az ettől, akkor ez lehet, hogy ez még nem az. Vagy csak a kiágazás, mert ugye itt megvolt ez a kiágazás itt, ahol jöttünk. Az még addig oké. Okay. És akkor itt az iparvágány az most itt megy mellettünk. De ez az iparvágány, és mellettünk meg a fővonal. Szóval ez lehet, hogy egy előző kiágazás volt, és nem is az, amire én gondoltam. Hát majd megnézzük. Jó, hát minden esetre erre fele kell menni, az biztos. Szóval közben haladtam egy kicsit, és azért itt ez elég érdekes, hogy itt ez a kitérő, ez itt visszacsatlakozik az iparvágányba. Hát mutatom, hogy jövünk, és ott, ahol mutattam nektek, arra fele valahol, ott volt ez a kitérő, és jött ez a merre, és azt hittem, hogy ez már akkor az, amelyik kicsatlakozik, vagy megy tovább Mátyásföld fele, de nem, mert itt van még egy váltó, és ez visszacsatlakozik ide ebbe a vonalba, tehát ez valószínűleg csak egy rakodó lehetett itt korábban. Vagy valamit, mert iparvágányban nem szokás akkor a kitérőket csinálni, tehát itt szerintem volt egy rakodó. Ezek a kandelábelek is ugye azt mutatják, hogy bár itt nyoma az már nincsen, de valószínűleg olyasmi lehetett, hogy itt ugye azért vannak ez a kandelábelek, hogy meg lehessen világítani, tehát itt a kitérőnél volt szerintem egy rakodó, ahol ugye a teherkocsikat félre tudták lökni, és akkor az itteni üzemek közül valamelyik, amelyik itt volt, szerintem az építette meg, és ugye és akkor itt helybe ki tudták rakodni. Hát ennek most már semmilyen nyomát nem látom. Közben azért szemelkél az eső, de ez még nem veszélyes annyira, hogy legyen, de hogyha jobban rákezd, akkor viszont nem tudok tovább videózni, meg vonalat bejárni, úgyhogy akkor felfüggesztjük, és majd később visszajövünk, de... És akkor itt van vége. Közben a háttérbe elment egy vonat, de a másik vágányon. Ki az most minket nem érdekel annyira, de... Itt van maga a másik kivelezett váltó. És az utolsó kandelábel, hát ma azt is kicsúszlizták rendesen, szerintem. Aha, nincs már benne semmi. Kicsúzizták már az égőt belőle, úgyhogy az nincs, de még ott is van egy. Tehát itt valószínűleg tényleg egy rakodó volt. És akkor ott később lehet a kiágazás valahol arra. És akkor közben, ahol már most vagyunk, ez már a Danon aluljáró. Ez is a buszmegálló neveit alapvetően, hogy aluljáró Danon. Itt van egy aluljáró, amin át lehet menni a sínek alatt, és ott az a plac, az egy ilyen nagyon jó nyíltvonali fotóhely. Nem gondoltam volna, hogy akkor ez még a marrébb van, de itt már ugye sokáig ez a kis iparvágány párhuzamosan megy a fővonallal.
Viszont a Rákospataknál így elkanyarodik tőle, és van egy külön hídja a Rákospatakon. És egyébként innen, ez egy egész jó fotóhely, plusz ott a szemben a 68-asnak van a busz megállója, meg a 97-esnek, meg ott van egy pár, amelyik még megáll. Most is jön éppen egy járat. A speciál pont egy 68-as. Egy gázüzemű, az érzem van húr volt éppen, most nagyon nem figyeltem, hogy melyik jött. És akkor itt, hát mert ugye, és ami még érdekesség, itt mondom, hogy itt régebben volt egy vasúti megállóhely. Nagyjából ott, ahol a hirdetőtáblák vannak, ott már kezdődött, és egészen egy eddig tartott a peron. Ezen a placon itt. Meg az volt a neve, hogy Budapest város széli tele. Ez egy elővárosi megálló volt, és valamikor az 50-es években szüntették meg. Viszont most így van róla terv egyébként, hogy... még egy volánbusz. Hogy mikor a fővonali felújítás lesz majd, ugye átépítik Rákos meg 60 között a pályát, akkor ezt a megállót ide vissza fogják építeni az elővárosi forgalom miatt, mert ugye ez egy lakóhely vezet itt errefele. Régebben, plusz ugye ott arra beljebb is vannak utcák, de megérni egyébként visszaépíteni. És akkor hát ugye vonattal gyorsabban be lehet jutni a belvárosba, az ugye egyértelmű, pláne hogyha felújítják és tud haladni. Hát gyakorlatilag ilyen 10 percen belül már a keletiben van az ember innen. Busszal meg azért ez jóval több. Pláne reggel csúcsforgalomba, tehát lenne ebben lehetőség, hogyha ezt visszaépítenék. Tehát mindegy, és egyébként itt mellettünk még mindig a keresztúri út van. Úgyhogy haladom. Most egy kicsit aláfagyott az eső, úgyhogy szerintem szerencsénk lesz vele. Hát remélem, hogy nem pont Mátyás föld meg Rákos között fog egy nagy zuhé elkapni, mert akkor ott nagyon nincs hova menni. Ott több kilométeren keresztül. Nem, még az egy nyílt telep ott a Mátyás földi repülőtér mellett, még nagyon beállni sincs hova az eső elől. De hát majd meglátjuk, reménykedünk abban, hogy nem. Hát. Ugye, hogyha folyamatosan csak attól paráznak, amikor fog megállni, el sem indultam volna otthonról. És hát akkor viszont nem lennének videók, úgyhogy egy-két megázás valamikor be kell vállalni, és valamikor érdemes is. Nem, majd később fogok még jelentkezni, szerintem ott a háttérben már ott lesz a kiágazás, de most már nem mondok biztosat, majd ha odaérünk, meglátjuk. Na szóval akkor itt vagyunk most az elágazásnál, de itt szerintem én emlékeztem rosszul, mert nem az iparvágányból ágazik ki, hanem ez a fő ág, ugye mondhatni, a fővonal, és itt ágazik ki, arrafele, itt egy váltón keresztül lehet átmenni, kitérőbe a másikra. És ugye, tehát itt van az a váltó, amelyik, tehát ez láthatólag ez még működik, és egyenesbe áll. Vagyis hát a fasz pont a kitérőbe áll, tehát nézzem a jelzési képet. Ugye, tehát igazából ez arra fele terel, ott a csonka fele, vagy hát arra, tehát nem a ehhez az iparvágány fele terel, hanem a másik, tehát a csonkához. És akkor itt lehet átmenni. Távolt a keresztúri úton, és itt folytatódik tovább a vágány. Arra fele pedig, ugye az iparvágány megy. Tovább, ezt majd később fogom bejárni, nem most. Most a Mátyás földi van soron, de majd egyszer ide is visszajövök. Tehát ott a másik, amelyik letér és átmegy a keresztúri úton. Egyébként, ha jól emlékszem, itt régebben volt egy fénysorompó. Arról viszont zöld a jelző, hogyha valószínűleg még az is lehet, hogy jönni fog valami, akkor azt megvárom. De itt úgy emlékszem, hogy régen egy fénysorompó volt, egy ilyen kulcsos fajta. Amit a vonat személyzet kezelt. Hát nem tudom, majd a régi képeimet visszanézem, hogy jól emlékszem-e vagy sem, de én úgy emlékszem, hogy itt, ahol a keresztúri utat keresztezte, ott arrafelé, itt volt egy fénysorompó, mert ez az a vágány, ami majd tovább fog menni. De ez a bizbel szekrény, ez már akkor is itt volt, és szerintem ez volt egyébként a fénysorompónak
És igen, és az A betű is azt jelenti, hogy ez egy megállás helye. Hát, hogy itt, hogyha... Amikor még volt is vonat, akkor itt megálltak. És akkor valószínűleg egy jelzővel fedezte az áthaladás, vagy ha egy fénysodompó volt, akkor itt ugye a kiadott kulcssal állították át. De ezt majd megvizsgálom egy picit később. Én most ugye szétnézünk itt a fővonalon, hogy jön-e valami. Mert ugye azt, tehát ott a távolban, nem tudom mennyire látszik, meg tudok egy kicsit rámagyítani. Ott a jelzőn van egy zöld jelzés, tehát szerintem oda még jönni fog valami. És akkor nézzük már meg a zoomot, hogy mennyire lehet vele. Hát 30-os, ez már 52-szeres, és ez még mindig az optikai. És ugye ott látszik valamennyire az, hogy ott ágazik el az iparvágány, ez már jó messze van. Hát igen, ez ekkora zoomhoz egyébként már állvány kéne, mert ez kézben levegés nélkül nem lehet megtartani. De ugye egészen addig megy. És akkor most amíg ráküldöm, nem is lehet jobban, mert most jönne még a digitális tartomány. Ami hát annyit ér, mint halottnak a csók. Na ott viszont jön egy vonat, akkor azt most már szerintem várjuk meg. Nem tudok egyszer kamerázni is, meg fényképezni is. Úgyhogy akkor ezt most fölvesszük. Ez valószínűleg egy gyorsulat, vagy egy Intercity lesz. Az látszik, hogy egy szili. Ez bizony a miskolci Intercity volt. Megy Miskolcról a keletibe. Na, hol van? Akkor mégis csak jól gondoltam, hogy itt egy fénysodompós átjáró volt. Ugye ez a kapcsolószekrény bemutatja, hogy itt lehetett lezárni magát a fénysodompó. De valahogy mondat személyzet megkapta a kulcsot, itt elfordította, és akkor a fénysodompó lezárt tilos jelzése volt, és átmehetett a vonatot, a túloldalt megoldotta. Ugye valószínűleg itt volt a fénysodompónak a helye. Ott is látszik szerintem a diszbernek egy része. És egyébként érdekes, hogy a szelvényezés is innen indul, tehát ott látszik. Távolban ott az átjáró előtt van egy 5-ös szelvénykő, tehát hogy 500 méter, tehát egy pár száz méterre korábban kezdték el szelvényezni. Tehát még az is lehet, hogy ez a vágány volt hamarabb, ez épült meg hamarabb. Ez a kijelző még forgatható is, de jó. Ezt eddig csak most vettem észre. Itt a kamerának a nézőkéje, az LCD kijelzőt, ezt meg lehet fordítani. Na akkor majd megpróbálok egy ilyen selfie jellegű képet is, vagy hát ilyen videót csinálni, hogy ne a mobillal kelljen. Egyébként itt van, ez maga a szelvénykő, szerintem itt volt. Aha! Létezett? Itt volt a fénysodompó, az egyik. Az már biztos. Jó, hát itt most át kell menni a túloldalra, ami ekkor a forgalomban nem lesz egyszerű, úgyhogy most itt jó, és majd a túloldalt folytatom hátjogottan. Na sziasztok, hát meglehetősen gyorsan sikerült átverekedni magunkat, átjutni a túloldalra. Szerencsére volt most pont egy ilyen szakszak, mint például most, amikor nem jött semmi, és akkor át tudtam szaladni. Itt is látszik a fénysodompónak a nyoma. Itt volt még egy bizbel szekrény valahol. Erre emlékszem is, mert határozottam. Csak azért is, mert ugye, amikor először jártunk erre, ezt az iparvágányt bejárni, akkor voltunk azt hiszem négyen talán, és kinyitottunk egy ilyen szekrényt. Hasonlót, mint ami ott van, csak egy picit nagyobb volt. Mert ugye egy résire nyitva volt, és akkor nézzük már meg, hogy mi van benne, ez még olyan 5-6 éve lehetett, most pontosan nem tudom mikor. És kiesett belőle egy kurva nagy darásfészek. Úgyhogy ott aztán volt spuri. Szaladtunk több irányba. Hát most is van benne. Egy darásfészek most is van benne, csak ugye már télen nincsenek lakói, de ott van. És így vigyázni kell az ilyenekre. Ott van. Hát ez megint az a szekrény, hogy itt lehetett lezárni, megoldani a fénysodompót. Ugye itt megállt a vonat,
a megállítáblánál. Elfordították a kulcsot, és mehetünk tovább. Na csak igen, csak akkor, amikor ez történt, akkor nyár volt, és meglehetősen ugye volt, élők lakói voltak a fészeknek, és hát ugye volt spudi minden irányban. És én még szerencsés voltam, mert viszonylag olcsón megúsztam, mert csak egy-kettő csípett meg, nem engem kergettek főleg. Úgyhogy az, ilyenekre azért figyelj, vigyázni kell, meg óvatosan kukkolgatni be, most mondom azokban a pálya mentén. Ez legyen azért egy jó tanás, mert ki tudja, bárhol lehet egy dalás fészek, és ilyenekben szerettek is belemászni. Itt a vasút mentén. És hát csúnyán nem kérdeznek. De például ennyi, most pedig akkor menjünk tovább Mátyásföld fele. Tehát egyébként jó magáról a pályáról, csak így. Röviden, most nem tudom mennyire látszik a kamerán, de 48-as sín és 1969 diós győr, hogyha jól látom. És egyébként meg ilyen rendes, ilyen ellenbetonaljas pálya. Vagy nem is ellen, ez TU. Úgyhogy ez nem egy rossz vágány, meg felépítmény. De azt hiszem az engedélyezett sebesség az 20 km/h ezen, hogyha valaha is itt vonat jár, de az a sineken is látszik azért, hogy nem mostanában járt erre vonat. Tehát akkor azért fény, hogyha rendszeresen járna rajta vonat, akkor fényes lenne. Viszont azért voltak itt ugye ajcserék azért vannak, tehát ez gondolom ezt a kettőt cserélték itt arra a kettőre. Mert ez viszont már újabb, ez ellen. Ez már újabb baj. Úgyhogy biztos, hogy itt ajcsere volt. Hát és akkor haladjunk csak tovább. Itt egy ilyen körülbelül 3 kilométerre lesz a Mátyásföldi repülőtér, és hát a vonalnak a végpontja. Úgyhogy addig... Ja, azt szerintem mondtam már, hogy a mobil buszgyár használta ezt utoljára, ezt a vonalat. És ugye a szervényezés is arról van, tehát... Tehát 200 métert jöttünk az átjárótól már, ez a 7-es szervénykő. Mert a vasúton 100 méterenként van egy ilyen, hát nem kilométerkő, mert ez nem az. Ugye a közúton 1 kilométerenként raknak ki a szervényezést, vasúton 100 méterenként. Ugye körülbelül ugye azt hiszem a 31-es vagy a 32-es körül van a vége. Tehát ráérünk, megyünk. Itt is van két ellenmaj, cserélték ki, és majd Rákospatak hídjánál szerintem majd ugye visszakapcsolom a kamerát. Addig itt nagyon sok érdekes dolog nem lesz. Na sziasztok, itt vagyunk az iparvágányon, a Rákospatak fölötti hídnál. Ugye, cik, hogy arrafele van Pécel és Gödöllő, a másik irányban pedig Zugló. Ott arra hátul mögöttem. És akkor itt van a vágány, itt jön át a hídon. Hát, hogyha jönne itt vonat, akkor szerintem a legjobb fotó, ha ez lenne. Viszont, na, nem tudom messzebb tartani, sajnos hosszabb kezem nincsen, de szerintem így is látszik, hogy arról jöttem. Ugye, és akkor a másik irányba mindjárt megmutatom, hogy merre fogunk menni. Ott így arra, tehát most ezt a részletet, ezt most használom először, ezt a, ugye az LCD-t megfordítottuk, és akkor így vesz a kamera. Hát igyekszünk akkor így végig gyalogolni, hát körülbelül egy kilométeret a háromból már megtettünk, hát ott a háttérben ott dolgoznak és szerintem fát vágnak. Egyébként erről a helyről egyébként annyit, na most már akkor visszaváltunk így, hogy ez egy nagyon szép környék itt, tehát itt jártam itt már gyalog és vagy biciklivel is, és akkor ott arrafele, ott egy kicsit tovább, ott a Rákospatak elkanyarodik. Na, nézd, mutassuk. Nem tudom, mi látszik belőle. Ja, igen, ott a hídnak az egyik része látszik, hogy ugye ott megy át a 80-as fővonal fölött. Nem, az egy autó volt még akkor ez még nem az. De egy picivel odébb már az következne.
És az viszont egy remek fotóhely, és ráadásul az iparvágánynak külön hídja van. És egyébként még az is lehet, egyébként erről azért érdemi információt nem találtam, vagy teljesen megbízhatót, hogy de azt is egyik verzió az lehet, hogy az nem is iparvágány volt, amit eddig ugye gyalogoltam, meg így bemutattam, hanem az volt régen a fővonal, a 80-as vonal, amikor épült, az volt az eredeti nyomvonala. És amikor ugye megépült a második vágánya, meg villamosították, vagy valamelyik a kettő közül, szerintem előbb a második vágány épült meg és aztán lett villamosítva. Akkor történt egy nyomvonal korrekció, és rakták át az eredeti nyomvonalat oda, ahol most is van. Viszont ezt iparvágányként meghagyták, mert a Rákoskeresztúrnál ott van egy ilyen üzem, aztán valamilyen faipari, vagy ilyen fafeldolgozó, vagy meg egy hulladéklerakó, amit ezen keresztül szolgáltak ki. És emiatt megmaradt, plusz ugye több ipari üzlet is kiszolgált, és akkor így legalább az üzemi menetek, mert a kiszolgálások nem akadályozták a fővonal forgalmát. Egyébként ez megmagyarázna azt a rakodóvágányt, vagy ezt a kitérőt is, hogy az miért került oda. Ja, csak repülő, azért. Jó, egyébként itt, mondom, nem járt már vonat. Szerintem idén talán egyszer, vagy lehet nem is idén, tavaly valamikor itt az elmúlt egy-két évben volt egy darab vonat. Meg egyébként itt a pályasebesség az 20 km/h, úgyhogy azért nem annyira veszélyes ez, mint látszik, hogy itt a sineken állok. Na, ölt egy repülő. Na, jó, hát ilyen messzire már úgyse fogja a fókusz megtalálni. Meg bezavarnak a fák is, de egy szóval. Szóval nem annyira veszélyes itt a sineken sétálni, mint egy fővonalon. Meg hogyha jön is itt vonat, akkor az egyet ilyen 10-20-szal tud csak menni. Tehát nem egy ilyen szédítően nagy sebességgel közlekedik. És ez itt pedig ugye a Rákospatak. Ezt egyszer még idén bejártam úgy nyáron, egészen Gödöllőig. Így próbáltam követni a nyomvonalát. Hát sajnos arról sem sikerült értékeltő videót csinálni, mert a bicikli kormánynak ott kamerával nem lehet olyan csinálni, hogy ne rászkódjon össze-vissza. Na jó, akkor haladjunk tovább, most elteszem a kamerát, mert lehet, hogy a munkások nem örülnek neki majd. Igen, ez a pályamunkások dolgoztak a vonalon, nem is. Igen, tehát konkrét alvágányon dolgoztak, verték alá, meg rendezték az ágyazatot. Hát nem tudni, hogy miért lehet, hogy tényleg föltámad ez a vonal valami miatt. Nem lehet tudni. Egyébként nagyon szép környéken járunk. Ez egy ilyen érintetlen táj, tehát így gyakorlatilag. És akkor így mehetünk tovább, és ott is van egy jelzés, ami A betű, tehát szerintem. Ami megállás helye jelzőt látok ott a minden igaz a távolba. Na, mindjárt megnézzük. Egyébként nagyon fura íze, hogy ennyire a belvárostól, meg így nem messze, még az őstől is, meg így Mátyásföldtől is egy ilyen nagy beépítetlen terület. De hát ez így érdekes, de Rákospatak mentén vannak ilyen területek. És azért ez így nem semmi, hogy ez így még megmaradt. De lehet, hogy valami oka van rá, hogy ide nem épült semmi. Olyan a talaj, vagy nem tudom. Még a 14-es szelvényt elhagytuk. Tehát már lassan egy másfél kilométert jövünk ezen a vonalon. És itt tényleg azért ilyen szorványosan vannak hajcserék, tehát ez nem egy ilyen sorsára hagyott vonal lesz, mégiscsak ez. Meg azért látszik, pályamunkások dolgoznak rajta, tehát ez valami ezt üzemben tartják. Már lehet, hogy azért, milyen honvédségi területre megy, lehet, hogy katonai szempontból fontos, hogy járható maradjon. Bár hát hány ilyen vonalat ismerünk. Aztán mégsem. Vagy hát ugye sok ilyen vonal van még, ami szintén katonai területre megy, meg akár, vagy akár katonailag fontos elkerülő vonal lehetne, aztán mégis ez a sorsára van hagyva. Sőt, konkrétan tudok, hogy van olyan, például Békéscsabán a Murony Teleggerendás Delta, ugye, amivel el lehet kerülni a vasútállomást, az konkrétan ugye felújításkor fel is szedték. És nem is, hogy tehát még annyira se gondoltak, hogy a váltókat is már mindent kiszedtek a fővonalakból, hogy
Azt hiszem, hogy nem 5 perc lenne visszaépültem, de nem is néhány óra. Na korábban még az is ilyen tetszhalott állapotban volt, hogy az útátjáróknál ráaszfaltoztak a sinekre, de az aszfalt alatt ott maradt, meg ugye a váltó megmaradt, de kiszagálva, stb. Tehát az még úgy működhetne, hogy ha szükség lenne rá, akkor azt néhány órán belül járhatóvá lehetne tenni. Hát, az most így, hogy felszedték, meg már nem. Na, és akkor itt is van egy megállás helyen jelző, de nem tudni, hogy ezt miért tették ide, és ki. Viszont azért érdekes, hogy mire van ez kitéve. Tehát ez egy ilyen védőcső, ilyen műanyag védőcső, ebbe a föld alatti kábeleket szokták fektetni. És itt az András kereszt is ezen van, az átjárójelző. Azért ez már nem semmi. Erre muszáj majd fényképet is csinálni. Már emlékszem, amikor erre jártam még úgy 4-5 éve, akkor körülbelül vagy 6, nem tudom, akkor is ez még akkor is ugyanígy itt volt. Akkor is odálkoztunk rajta, hogy jé. Ugye ebben ilyen távközlési, meg hasonló ilyen telefon, meg villanyvezetékeket szoktak fektetni a föld alatt, ez védi. Nincs oda szeméttelefon ott. Ezt majd később megnézzük, de ez nem semmi. Ki hozta ide ezt a sok szemetet? És itt el nem megyünk tovább, és ez egy... És amott is kín van a megállás helyen jelző ennél az átjárónál, de hogy miért, azt nem tudom. Ez az átjáró vajon merre vezet? Lehet, hogy ez vezet be a reptérre? Itt a hátsó bejáratnál? Ott van egy... Mi ott van? Ott egy akna. Na jó, hát ezt most nem nézem meg közelebbről, hogy az mi. Azt nézzétek. Meg milyen kurva sok szemetet hordott ide valaki. Itt aztán minden van, valaki ezt úti szemételakónak használja. Na, odafele van az út is járhatatlan, akkor ott azt a tankcsapdát nézzétek. Hát gyalog még el tudnék mellette menni. Autóval azon már nem vállalnám be. Na jó, hát akkor menjünk vissza szépen a fővonalra. Vagy hát itt. Hát itt most ugye csak ez van. Azt hiszem, ez meg ezé. Ez konkrétan szerintem lószar. Jó, hogy nem léptem bele. És akkor menjünk tovább Mátyás föld felé. Erre. Na, itt vagyunk a 17-es, meg a 16-os szelvény között, és itt van egy ilyen szép kis patak. Vagy hát ez még lehet, hogy annak is kevés. Ez pontosan hova vezet, és ez milyen, ezt nem tudom. De érdekes minden esetre, és egyébként ugyanaz a táj, az nem sokat változott. Viszont megvernek a maga szépségenek a beépítetlen tájnak. Na, hát már beszélni se tudok. Ugye, itt megyünk tovább, és ki tudja, hogy ez merre vezet, de és akkor mi útunk pedig arra vezet egyenesen. És ott a vége. Na, látjátok a szelvényt, mert én nem. Szerintem a 19-es, hogyha jól láttam. Igen. Ez a 18-as, és akkor... És ott előttünk van már a 17-es. Tehát hát jelenleg itt tartunk. Hát ugye hát látjátok, itt arra megy egyenesen, és akkor ott vesz egy balkanyart majd ott valahol ott azon a környéken, és úgy fut be a régi repülőtérre. Egyébként a repülőtér már nem üzemel, tudtam már. Tehát illetve ilyen modern repülők használják. Ilyen kis mini ilyen kis, ugye drónok, vagy ilyen RC helikopterek, RC repülők röpködnek ott ezek a rádiótávirányítási ilyen kis mini repcsik. Más ilyen sportrepülők, meg ilyen kis repülők már rég nem használják.
De majd van ott egy emlékmű a repülőtér mellett, azt majd megmutatom, meg majd videóra is veszem. Vagy csak a fényképet majd bevágom a videóba, ezt majd még eldöntöm, hogyha odaérszem, hogy mi legyen vele. De valószínűleg egyébként már errefelé is dolgoztak a pályamunkások, ugye addig jutottak el, ameddig ugye ott találkoztam velük. Az nincs benne a videóba, mert nem biztos, hogy örültek volna neki, akkor inkább ott kikapcsoltam, meg eltettem minden kamerát, hogy lássák, hogy nem rájuk vagyok kíváncsiak, nem őket filmezem, nem őket ellenőrzöm. Akkor ott a 19-es szelvénynél ott fog majd elkanyarodni. Úgyhogy most vagyunk a 17-esnél, úgyhogy haladunk szépen lassan. Ott is van valami, azt majd később megnézem. Hát akkor megtettünk ismét egy hatalmas utat itt az egyenes mentén. Itt pedig egyenes a pálya, ugye onnan jöttünk. Na most nézzük a zoomot. Jó, ott látszik a megállás helye. Tehát innen volt egy szép hosszú út a 23-as szelvényig. És itt nem már közelebb van a lakott terület is. És itt van az ív balra. Égesen, és most fordulunk rá magára, maga itt a repülőtér fele, vagy hát itt a katonai bázis felé. És ez szerintem, bár nem, maga a bázis még megvan, és a honvédségi a terület, csak szerintem nem használják már semmire. Bár lehet, hogy egy-két azért haditechnikát még ott tárolnak, és azért is kalapálják így ennyire a vágányt, hogyha nagyon muszáj, akkor ide még lehessen hozni egy-két dolgot. Ez a kb. Ez a itt elfél, enni nem kér. Jó helyen van ez itt, de itt egy szépen halad a vágány. Közben azért mennek a repülők is. Ugye itt azért Ferihegy is azért elég közel van. Itt benne vagyunk a légi folyosóba, itt már Ferihegy fele fordulnak. És hát itt ugye nincsen nagyon zaj se, mert ugye nem egy sűrű lakott terület nincs beépítve, ezért így a környezeti zajok minimálisak, lehet hallani a repülőt is. Hát ennyi, hát akkor mindjárt megérkezünk ide a repülőtérhez. Egyébként az itt van mellettünk, így errefele valahol a Mátyásföldi volt repülőtér. Na hát megérkeztünk közben a végére a történetnek. Ugye erről jöttünk, ugye szép ott az ív után, ugye ez van. Ugye szintén van egy megállás helye, szintén van egy útátjáró is. Ezután következik ez a kis mini rendezőpályaudvar. Azért ez, tehát az látszik, hogy ezt régebben ezt a vágányt, ezt nagyon forgatervezték, és egyébként a 26-os szelvény, tehát még 3 km sincs. Azért itt látszik, ezért ezt nem kis forgalomra tervezték régebben ezt a kötőt, és szerintem ez az új vezet a repülőtérhez. Jó, de szépen néz ki. Baszta minden itt. Tocs, placs. És ráadásul ezt a váltót még használták is, nem is olyan régen. Na, nézzétek, és ráadásul kenik is rendesen, mert azért a olajjal végig van ez kenve. Hát itt ezt a részét azért még használják. És ugye akkor itt szépen végigmenve a sineken, melyik hova tartozik. Tehát ez egy ilyen kis mini rendezőpályaudvar. Tehát itt ez a kettő, ez megy be szerintem a katonai bázisra. Még egy váltó. És még működik is. Tehát ez kardban van tartva. Ez sem igazán sorsára hajott vonal, és akkor ugye ott is még egy kijelzés van. Tehát így összesen 4 vágány van itt. De 3 ugyanarra megy, hogyha először ezt a 3-at megnézem. Aztán majd ott megnézem azt a másik negyediket is, mert szerintem vagy lehet, hogy ez lesz a buszgyári. Tehát szerintem a buszgyár az itt volt, és ezt használták még legtovább.
ezeket viszont az ott egy pontban ér véget, mindegyik. De valamelyik meg ott a régi katonai bázisra megy, az is biztos. Úgyhogy ezt most akkor ki kell deríteni, de mindjárt kiderítem, hogy melyik hova ment. Igen, itt mi tovább van szervényezve, most hagytuk el a 27-es szervényt. És akkor szépen így haladunk a vágány mentén. Na, szóval megérkeztünk ide a majdnem a vágány végére. Hát itt most a három vágányból egy lesz, mint látjátok. Azért nem tudom, hogy honnan jöttünk, és a másik vágány az még ott a töltésen megy, legalább nem kell csak sokáig visszagyalogolni. Viszont a csapáson fel tudok menni, de hát innen jöttünk, azt látjuk, és vagy hát látjátok. És itt van maga a vége, tehát ide bejött három vágány, akkor egy váltó, és akkor lesz belőle kettő, vagy még egy váltó, és lesz belőle egy. Tehát végül is magára a telepre így csak egy vágány megy be. De igen, tehát ez a Nabi, ezt jól tudtam. Ez itt a buszgyár. És ez használta. De bent is áll két szerelvény, azt nézem. Meg azért rengeteg busz is itt van. Tehát ezt a vágányt még azt is tudom képzelni, hogy még azért még használják. Ja, jó. Biztonsági kamerák, hát nekem is van egy kamerám. És akkor hát itt a lényeg, hogy... És még két szerelvényben, vagy hát két vagon még benn is áll. Csak meg. Azt mondja, hogy igen. Ott a vágány vége, és ott áll benn két vagon. Ezek valahogy bejöttek ide. Akkor már pedig ki is tudnak menni, tehát azért akkor ezt a vágányt azért tartják ennyire kardban. Mert még aktív használatban van. És ott buszok is vannak, igen. Tehát itt a buszkasznik azért még megvannak, tehát itt azért folyik a buszgyártás is, igen, és akkor a Nabi. Tehát ez a Nabi vágány. Budapest-Kaposvár. Tehát valószínűleg ez a telephely még üzemel. És vonattal szolgálják ki. És ott is van egy pár busz alváz. Vagy kicsi jelik alváz, buszváz. És ott a váltó már a telephelyen belül. És ott is szétágazik a vágány, tehát összesen három vágány van a telephelyen belül is. Azt mondhatjuk, tehát itt leszűkül egyre, de azt utána ugyanúgy három lesz. És akkor előzzünk csak oda be. Tehát itt is. Rábuszolváz, de azt szerintem, hogy onnan fentről jobban meg lehet nézni. Na, megjön. Akkor itt fölmásztam ezen a töltésen itt. Ott volt egy ösvény. És ez az a vágány, amelyik ugye a többitől eltérően, ez itt a felső pályán jött. Itt fenn a töltésen. De hát nézzétek meg, hát ott van, és ugye onnan jön ez fel, hát ez nem úgy néz ki, mint a mostanában használták volna, hát látszik, hogy a susnyás ezért azért csöppet benőtte. Arra van a Mátyás-Földi repülőtér, vagyis már hát most nem tudom, hogy volt repülőtér, vagy most itt ténylegesen még annak számít-e, mert végül most mondom, oda eldöpcsik még repkednek itt, és ugye, és szerintem ez lehetett egykor a katonai bázis. És ez az, amit már nem használnak, tehát a Nabinak itt a buszgyártói részét az használják. És valószínűleg emiatt is van ez a vágány még életben tartva. Viszont ez itt egy katonai telep szerintem. Igen, ez úgy is néz ki, ez ilyen nagy vastag kapu, be se lehet látni. De hogy itt van egyáltalán valami, az megint jó kérdés. Be tudunk itt kukkerolni. Aha. Ez tudja, hogy a katonai telep. Eddig tart, de szemlátom már semmi érdekes nincs benne, hogy a sínek azok elvezetnek addig,
az már biztos, és akkor megkukkerolva itt a többit. Igen, ott van egy vágányzáró sodompó, még az is oké. Okay. Ilyeneken szokott lenni, és akkor van-e itt még valami, úgy látom nincs. Egyébként ez volt az a hely, ami még 2010 körül, még volt egy ilyen hely, hogy még a Google Maps-en is ki volt takarva. És pontosabban még csak nem is kitakarva volt, hanem egy tó volt berakva a helyére. Aztán végül is utána már nem tudni, jó, de akkor még ilyen az ovitelepet, meg a többit is kitakarták. Tehát ott van egy transformátor állomás ott Zuglóban, ott a Tyson Krupp mögött a körvasútnál, és még az is ki volt akkor takarva, de ott áll benne egy vagon. Ez ilyen zöld, ez is lehet, hogy katonai. Na. Hát most ebből lássol mindenki, akit akar. Tehát ott a váltó. Hát jelen helyzetben ennyit tudok csinálni. Tehát mondjuk ez is valahogy bement oda, hogy a kérdés mióta rohadt már ott. Meg nem tudom, hogy ezt a területet egyébként őrzik-e vagy sem. Bár mondjuk azért bemenni se lenne olyan egyszerű most így hirtelen, hogyha most kitalálnám, hogy be akarok menni. Hát ez most így vakon lesz megcsinálva. De ott van valami lövés, nem szabad baj, vagy nem látom a kijelzőt, hogy mit csinálok. Van bent két traktor, amit látok. Meg talán valami löveg volt ott még hátul, ez a magyar most így. Egy sötétben tapogatózós, mert csak a kamerát tudtam bedugni, és az LCD-t nem látom közben, hogy tulajdonképpen mit lát a kamera szeme. És akkor így még úgy érzésből próbáltam zoomolni is. Hát... majd meglátjuk a végeredményt. Esetleg még erre esetleg elnézhetek, hát ha itt még valahol. Már ugye látszik, hogy a szögesdrót is van a kerítésen, tehát valamikor ezt nagyon védték. Szerintem még amikor a szovjet hadsereg volt itt akkor, akkor még lehettek is olyan dolgok, ami miatt érdemes. Hát most már nagyon. Itt körüljárhatjuk még esetleg ezt a objektumot. Rendesen be van kerítve, az már tuti. Na. És esetleg itt még be tudok kukkerolni. Ott van benne egy vagon, igen, az látszik. De hogy pontosan milyen, azt nem tudom. Itt lehetett közúton bejönni. Tehát van itt még más. Na közben ugye rámésztem egy picit így a... az aksi töltöttségre már négy csík helyett csak hármat mutat, tehát azért tényleg merül ez az aksi. Viszont... felvételi idő még azt mondja, hogy körülbelül 1 óra 30 perc. Hát jó, még egy 64 GB-os SD kártya van benne. De ugye full HD-ba vesz föl, tehát mondjuk azért szépen lezabálja. Azért nem gondoltam, van hogy egy full HD felbontás az ennyit levesz. Meg hogy ilyen sok, de... hát látjuk majd. És szerintem ez már maga, hoppa, ott van valaki. Aha. És valószínűleg itt ilyen sportrepülő, vagy ugye ilyen modellrepcsi reptetés van. Na, még akkor esetleg megnézhetjük itt az objektumnak a másik részét. Itt most pont szembe süt a nap, úgyhogy nem sokat, azért tartom így a kamerát, hogy ne az ellenfény látszódjon. De hát itt van, és ennyi. Hát körbe járhatnánk, de nem tudom, hogy érdemes-e. Hogy van-e ott még valami, amit esetleg... És ráadásul, hogy a szögesdrótos kerítés mögött is van egy rótkerítés, úgyhogy ide esélytelen is bejutni, mert hát nem biztos, hogy egy katonai területre olyan jó ötlet beszökdösti, még hogyha be is lehet. Úgyhogy akkor szerintem az hanyagolva legyen, viszont azok a házak ott, meg még ez is szerintem, ezek régen ilyen legénységi szállások voltak ilyen katonáknak.
akkor még nem így nézett ki, viszont ez ilyen, ez tipikus ilyen szovjet sztájnak néz ki, mert nézd, na szóval, hogy mondtam, hogy ez így volt, hogy ilyen háromszintesek, vagy négyszintesek, és lapos tetei volt, eredetileg nem ilyen sátortető, de ezeket így alakították át, nem hiszem, hogy a Kecskeméten a Homokbánya város részen is lehet ilyet látni, ahogy a két épületből kialakított a kollégiumot, és az ugyanúgy néz ki, hogy építettek rá még egy emeletet, és így lesz sátortetős. De ott most mellettem megvan még az eredeti is. Plusz ott szemben, de azt még közelebbről inkább megmutatom, az a panelház is ilyen. Az a tipikus ilyen kijevi panelhez hasonlít. És ilyenek is voltak, az meg ilyen tisztiszálló volt. Nőtlen vagy nem nőtlen tisztiszállók voltak, azok is ilyenek. De szintén mondom, hogy azért mégis 3 évig laktam a kollégiumban Kecskeméten, pont egy ilyen volt szovjet laktanyának a területén volt, és hát ugye ott is körbejártuk a környéket párszor, meg hát láttuk ezeket az épületeket mindig. Na hát akkor most megérkeztünk ide a katonai bázis mellett, itt feljöttem a töltésen, csak ennyi történt, és ugye itt van a... Ezek az épületek voltak szerintem a régi tisztiszállók, meg a badakok, ahol a katonákat szállásolták el. És azóta ebből csináltak ilyen lakóépületeket. Ott majd szemből mindjárt közeledben megmutatom, szerintem azok voltak azok a tisztiszálló, ott a régi panelek. Szerintem ez egy tipikus ilyen, ilyen régi katonai szálló volt, csak ugye három szintes volt és lapos tetejű is ez. Ezt alakították át így, ahogy most néz ki. Hogy sátortető és plusz egy emelet ráépítés. Ez csak egy ilyen kis érdekesség. És itt van az emlék, amiről már korábban beszéltem. Közelebb megmutatom, hogy lássátok. Vadászrepülés, közfogalmi repülőterünk emléke, hát 1996-ban zárt be a Mátyásföldi repülőtér. Katonai bázis mellett, ugye a hős világháborús pilótákról is van itt emlékű, és nem tudom, hogy... Hát itt az emlékoszlop. És maga ez a sok épület még, ez volt szerintem a tiszti lakótelep régen. Hát ez még régen a bázishoz tartozott. Még az az épület is szerintem. És itt. Ugye erre itt, ahol ez most ugye egy lakóház, vagy lakótelep. Hát itt már lakóházak vannak, de ez még bőven itt a szovjet katonai bázishoz tartozott. Majd megmutatom itt, mert szerintem itt az Újszász utcán még valahol látszik, hogy hol volt az iparvágány. Hogyha ami ugye a Hévtől jött be idáig, az itt errefele még látszani fog. Már az aszfaltban nem, de még pár évvel ezelőtt itt még megvolt az egy darab sín az aszfaltban, de azóta volt itt egy újra aszfaltolás, és szerintem az már eltűnt. Megkeressük. Ez még ugyanaz a szovjet katonai bázis, csak ez a másik bejárata, és itt, ha figyelmesen mennézzetek a fák között, itt bizony egy iparvágány volt, ami kiszolgálta ezt a telepet, és itt volt a bejárata. De most pár évvel ezelőtt még itt, ez az Újszász utcán vagyunk, de meg is mutatom. Jókai Mól utcán jön le a vágány, és mi az Újszász utcán vagyunk. Tehát itt még egy pár méteres sindal, amit még megvolt egy pár éve. Szerintem még most is megvan egyébként, mert hiszem, hogy kiszedték, csak itt újra lett aszfaltozva az utca. Ilyen 3 éve körülbelül, és akkor szerintem rá aszfaltoztak, de egyébként itt volt a bejárat. Hát most ugye már régen nem a katonai bázis van itt, de ez volt az egyik bejárata. Itt, és itt még volt egy pár méteres sínszál, mondom, meghagyva. Hát szerintem itt már nem lesz. De hát ez volt, tehát látszik, a szögeslót még megvan, tehát ez egy ilyen szigorúan őrzött objektum volt. És egyébként itt ment, na, mindjárt bemutatom, csak átmegyek az út túloldalára, ott a zebrán. Hogy ugye itt ment végig az iparvágány, de majd itt errefele fogok a Veres Péter úton visszamenni, és
hátra találok még valamit, ami valami nyomát annak, hogy itt valaha vonatok jártak, meg ilyen teherszállítás folyt. Most menjünk át. Egyébként a 44-es meg a 46-os busz jár elve. Vagy nem is 44-es, hanem 45-ös. Hát itt most a fák között nem tudok végig menni. De hát van itt még valami nyom. Nem szemetes, hanem papírtasak. Hát na, ezzel kéne a kutyaszart felszedni. És akkor nézzük csak meg, hogy meddig látunk itt el, de egyébként itt ment az iparvágány végig. Aztán majd talán még oszlopcsomokat, meg ilyeneket lehet, hogy fogunk még találni. Beszéltem, ez még villamosítva is volt. Hogy, és valahol itt lehetett a sínszáj, és akkor ott a kapun keresztül ment be. Tehát itt valószínűleg az aszfalt alatt az a megvalós sínszáj még itt van. Ha a régi képemben megtalálom, akkor azt ebbe fogom vágni ezt a képet, mert nekem van róla egy, amikor itt még csíndarab volt. Na hát akkor közben itt végig gyalogoltunk eddig, ameddig ugye nyomon lehetett követni, hogy hol ment a vágány. És talán még így errefele lesznek érdekességek. Nézzük csak meg arra. Mert itt már annyira nem nyomon követhető. Parkolót építettek a helyére, de szerintem ez egyenesen jött, nem kavargott se velre. Viszont szerintem még ez is a bázishoz tartozott nagyon sokáig, mert ez a szöges drótos kerítés megvan, ez a klasszikus sablon lakóépületek. Hát meglátjuk, hát hogyha valami nyomot találok az iparvágányról, akkor majd azt nyilván videóra veszem. Hát itt látok egy ilyen oszlopot, ami lehetett akár felső vezeték tartó oszlop is, de ugye maga a vágánynak a nyomvonala, hogyha vége egyenesen jött, akkor ugye erre fele kellett, hogy jöjjön. És viszont egy oszlop itt is van. Ugyanilyen, tehát én nem tudom, hogy lehet, hogy itt ágazott ki. És ugye a háttérben már ugye ott van a hévsínek, ott jön a hév is éppen. Tehát hogyha itt egy ilyen ívben jött volna az oszlop, és akkor mondjuk itt egy vágány, és itt kanyarodik be, így, az még leáll, de akkor az oszlop hogy került oda? Vagy lehet, hogy itt delta volt? Itt is volt egy kiágazás, hogy mit két oldalba belássan ide jönni? Hát ezt nem tudom, majd mindjárt meglesem a hívvonalnál, hogy ott mit látok. Na hát itt, ha megnézitek, akkor igazából semmi látható nyoma nincsen, hogy itt valaha vágány kiágazás volt, tehát én nem is tudom elképzelni, hogy itt lehetett volna. Én azt nézem, hogy itt sehol, mert ott Nagy Itzen meg Sashalom között ott azért ez megvolt, ott látszik. Viszont itt errefele is van egy olyan oszlop valahol, ugye az előbb láttam, igen, itt van. Ami lehetett akár felső vezeték tartó oszlop is. Ez túloldalt van az egyik villanypózna, és szerintem lesz itt még, hogyha jobban szétnézünk, ott is van egy arra. Az viszont szinte biztos, hogy az. Vagy nem tudom, hogy egyáltalán ez az iparvág, ami itt volt, ez villamosítva volt-e vagy sem. Bár ezek szerint akkor igen, hogyha itt... Bár mondom, az is elképzelhető, hogy ezeket az oszlopokat csak kiszedték, amikor felszedték a sineket, aztán ugye felhasználták ott, ahol éppen lehetett, meg ahol sikerült. Úgyhogy hát ezt így pontosan megmondani nem tudom. Majd megnézem még a másik irányba, hogy hátra találok valamit. Értem, itt a másik oldalra 80-as szelvény. És itt sem látszik semmi extra. Tehát esetleg ott lehetett egy váltó, bár azt én nem hiszem, és akkor ugye kiágazás az valahogy így mehetett, de hát mondom, nyoma ennek nincsen, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy ez így történt, sőt mondhatni, hogy egyáltalán nem, de viszont konkrétan tudok még egy iparvágány kiágazásra, amiről tudom is, hogy létezett, és képeket is láttam róla. De ez egy picit adébb van, de akkor az lesz a következő. Bár az már egy új videó része lesz szerintem, de
Ilyesetben ezt megmutatom még. De itt vagyok a Mátyásföld repülőtéri hévmegállónál, és bizony itt is látok egy ilyen oszlopot, sőt, itt a Balozs Gábor utcán befelé is van. Egy még legalább, úgyhogy szerintem ezt is meg kell nézni, mert lehet, hogy egyébként valami vágány erre is hoz régebben, ami villamosított volt, és az erre ment. Jó, csak én mutatom, hogy hol vagyunk, ez a Mátyásföld repülőtéri hév állomás. Úgyhogy majd ezt az utcát is megnézem, hogy hát, hogyha valamit találok, ami annak a nyoma lehet, közben így befordul egy Volvo. Hogy valaha errefele is vonat jár, de egyébként most az úti cél az ott arra van egy megállóval odébb, ugye ez már a Mátyásföld Imre utca. Ott volt régen az Italusnak az iparvágánya. Azt nézem most így meg. Hát ugye el lehet zoomolni a peronig. Mindjárt megnézem, hogy jön-e hév mostanában, mert ha jön, akkor elmegyek azzal, ha nem, akkor gyalogolok. Már szerintem jönni fog néhány percen belül egy, de megnézzük a futárt, hogy jön-e. Na szóval, itt vagyunk a Géza utca és a Margit utca sarkán, és itt szembe, itt is van egy ilyen gyanúsan felső vezeték tartó oszlopnak kinéző villanypózna, és ott is van egy, az Arany János utca végén húzjárva, tehát lehet, hogy itt is volt egy villamosított iparvágány a gyárba, ami itt jött volna, itt a házak mentén, mert hát lehetséges. Mindenesetre még elnézek arra, mert mondom, hogy ott ebben az utcában láttam még hasonlót, mint hogyha iparvágány lenne. Csak most pont szembesüt a nap, de meg fogjuk vizsgálni így errefele, hogy hol lehet még, mert minden esetre gyanús. Szerintek csak itt is van egy ugyanilyen oszlop, tehát most így egy oszlop, még egy oszlop, még egy oszlop, és ez nagyjából az a szabványos oszlop közemeddig lepakolják ezeket a felsőleti tartó oszlopokat. És hogyha arról jött tovább, akkor ugye itt már, ez már a centenáriumi lakótelep, tehát itt már lehet, hogy itt is volt, csak ugye amikor a lakótelep épült és megcsinálták így, ilyen kandelábrák, meg föld alá vitték a vezetéket, akkor ezt leszették. Meg akkor eltüntették ezeket az oszlopokat, azért nincs itt több. Úgyhogy ezt majd megnézem a térképen, hogy merre lehetett még. Vagy az is lehet, hogy abból az utcából jött, és akkor itt egy ilyen ívesen kanyarodott, mert ez a rész így gyanús, hogy lehet, hogy így jött ívben a vágány. Most így megvizsgálva itt a környéket, szerintem csak ez a Baros Gábor utca lehetett az, hogyha valaha vágány volt, akkor az itt lehetett. Mégpedig szerintem ott, ahol most az autók jönnek. De egyenlőre más nyomot nem láttam itt, viszont a Mátyásföld repülőtéren a hírmegállóba benézve, szerintem ez volt az utca, ahol ilyen nyomokat láttam, úgyhogy hát végig megyünk rajta és meglátjuk. Jeltek, itt találtam még egy ilyen oszlopot, ezért mindig a Baros Gábor utca, úgyhogy folytatjuk tovább, tehát másfele nagyon nem mehetett, csak itt egyenesen. De eddig az utcában ez volt az egyetlen. Megyünk tovább a Baros Gábor utcán, és ott messze távolban látok egyet, tehát valószínűleg ha valaha volt is, és errefele vágány, ami villamosított volt, az nem jöhetett máshol, csak itt. Egyébként ez a 44-es járatok is az útvonala. Már el is ment egy pár busz mellettem. A 46-os meg a 44-es jár elve. Úgyhogy ott van szemben egy lakóház is, ami valószínűleg itt a környéken látja el itt áramban a dolgokat. És ott a messze távolban látok egyet, de majd visszakapcsolom a kamerát, amikor már közelebb értem. Az, amit ugye már az előbb beszéltem, csak azóta már közelebb jöttem hozzá, és akkor így jobban látszik, de és akkor ugye van ott a háttérben még kettő, viszont ott nagyon hátul, ma az is látszik, hogy ott az utca vége, ahol pislog a fénysodompó. Addig megy a hív, tehát több mint gyanús minden esetre. Erről eddig még nem is hallottam, hogy itt is volt
Elefele. És a volt itt iparvágány, akkor a nyomokból ítélve csak az Ikaruszba mehetett az is, viszont az Ikarusznak volt egy nem villamosított az Olaj János utcán, tehát ezt nem igazán értem, lehet, hogy ez szint kettő volt, vagy volt végebben elefele és valami hív. De hát arról sem hallottam még, mert a Rákos Szent Mihály az nem erre volt, vagy nem is erre jött. Arról majd lesz egy külön videó, nem most, de vagy most mai nap már nem csinálom meg. De be fogom azt is járni. Nem is biztos, hogy gyalog, lehet, hogy biciklivel, mert azért az hosszabb. És akkor majd csak tavasszal, de... Valószínű, de hát annak a nyomvonal megvan és ismert is. És az nem ez volt. Tehát lehetett valami üzemi kapcsolat még, ami, de hát... Szóval azt nem értem, hogy minek, amikor volt egy másik azon a János utcán, amit viszont ilyet tényleg... Akkoriban, amikor még nagyon termelt az Ikarusz, akkor azt tényleg használták minden nap. De hát mindenjárt ennek majd utána kell nézni a neten, hogy lehetett itt a Bados Gábor utcában valami. Vagy ha nem az Ikaruszban, akkor ez a vágány hol vezetett. Úgyhogy ilyenőre akkor sziasztok. Szerintem ez a videó is nagyjából ennyi lesz. Majd hát... Csak így egy kis összegzés, hogy mindenről volt ma szó eddig. Na, ez így csak. Legyek benne én is a videóba. Tehát kezdtünk Rákoson. Bejártuk az iparvágányt. Egyáltalán is hát bejártam, mert most egyedül voltam. Az iparvágányt Rákostól Mátyásföldig. Ott bejártam a rendezőt is. Az Új Szász utcán láttam, hogy már a símmaradvány nincs meg, de a Jókai Mód utca iparvágányt is bejártam. És utána jött a... De az egy külön videó lesz, nem ebben lesz benne, azt külön csinálom. A Mátyásföld Imre utcától az Ikarusz szig tartó iparvágány. Viszont miközben ide mentem, Mátyásföld repülőtér, mert megállónál vettem észre, hogy itt a Baros utcában is vannak ilyen gyanús felsőletét tartó osztopok, amiket befogtak villanypóznának. És hát ugye ezt is megnéztem. De meg is mutatom nektek, ez az. Hát ilyenek. És akkor gondoltam, úgyhogy akkor ez... Ennek utána kéne jobban járni, hogy volt-e, és ha igen, akkor merre fele. Na közben ugye látjátok, a 44-es meg a 46-os jár erre. Most pont egy 44-es ment el. Úgyhogy hát akkor szerintem ez a videó, ez akkor ennyi. Akkor ezekkel a snitterekkel akkor le is lehet zárni, és akkor... Hát ha bármit tudtok erről, akkor ezt írjátok meg. Hát most már akkor én is megyek a hív megállóhoz. De hogyha bármit tudtok elni, hogy akkor ez mi volt, hogy volt, merre volt, plusz bármit akár a Mátyásföldi rendezőpályú udvarról is ott a katonai bázis előtt, akkor is nyugodtan írjátok meg. És hát ugye, ha tetszett, akkor lehet lájkolni, fel is lehet iratkozni, meg a szokásos, vagy hívjatok meg egy sörre, úgyhogy sziasztok!